Az Otthon Melege program keretében nemrégiben a háztartási gépek cseréjére lehetett pályázni, ahol új, energiahatékony hűtő, mosógép és fagyasztó vásárlásához adott támogatást az állam. A decemberben lezárt első 20 000 pályázat eredményét internetes felületen már nyilvánosságra hozták, azonban a támogatói okiratokat az érintettek a hónap folyamán kapják kézhez. Ugyanennek a projektnek a keretei között hamarosan lehet pályázatokat benyújtani konvektorok cseréjére, mely 2 milliárd forintos keretösszeggel indul. Pályázatot egy háztartás vagy magánszemély nyújthat be, az igényelhető visszanemtérítendő támogatás a költségek 60%-át fedezheti. Családonként 750 ezer forint támogatás vehető igénybe. Ez a nagyságrendű összeg biztosítja a készülékek komplex cseréjét. A program magába foglalja a konvektorházak leváltásán kívül a fűtési rendszereknek a korszerűsítését is. Így finanszírozható például a csövek cseréje vagy éppen a kémény bérelése is. Háztartásonként több konvektor cseréjére is lehet támogatást igényelni. Egy készülékre legfeljebb bruttó 96 ezer forint kérhető. Az alprogram a kapcsolódó beszerzéseket is támogatja. A pályázat a korszerű zárt égésterű legalább A energiaosztályú programozható termosztáttal ellátott készülékek beszerzését és beszerelését támogatja. A részletes műszaki kiírásokat a februárban megjelenő pályázat tartalmazza majd. A konvektor 2017.nfsi.hu oldalon februárban fent lesz a pályázati útmutató, ahol megtalálhatóak lesznek majd a pályázat benyújtásához szükséges részletes szabályok. A 2 milliárd forintos keretösszeget lakosságra arányosan régiókra bontják szét. Az Otthon Melege alprogramnak köszönhetően közel 15 ezer korszerűtlen készülék cseréjére lesz lehetőség. A programnak az egyik fő célja a több mint 3 millió korszerűtlen elavult gázkonvektorok egy jelentős részének a cseréje.